táskája, tehát azért nem érdemtelenül, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. És hát látjátok, hogy itt vannak újságcikkek, amire válaszolnom kéne, írnom kéne erre egy válaszlevelet, és akkor innen tudom, hogy milyen munkáim vannak. Most egy köztéri installációt kéne csinálnunk majd, egy művész tervet küldött, hogy ebből legyen valami. Tehát ez az, ami nekem szól, és ez minden nap rá tekintek, és hát erről tudom, hogy mennyi munkám van még, és mennyi mindent nem intéztem. Most van egy kérdésetek? Bármit lehet kérdezni. Jó, nagyon legyetek aktívak, mert itt vagyunk éhezve arra, hogy kérdeztek. Tessék. Ott a polgármester úr háta mögött látható egy tükör. Igen. Nevekkel. Róla mit kell tudni? Arról mit kell tudni? Én a GANZ egy műszergyárban dolgoztam, mielőtt polgármester lettem, és hát logisztikai menedzser voltam, manapság így mondnák, akkor ezt úgy hívták még 20 évvel ezelőtt, hogy szokták mondani, hogy anyagbeszerző, na, mondjuk a legegyszerűbb. Tehát én voltam, aki a nagy cégnek az anyagbeszerzését. És ezek a kollégák akkor, amikor eljöttem, ajándékba emlékként adták, és akkor ez a kollégáim neve. Én nagyon szerettem azt a céget, akivel természetesen azóta is tartom a kapcsolatot, tehát ez egy emlék tőlük. Egyébként ezek nyomtatott államköri levelek, hogyha esetleg a fiúk láttak már ilyet, mert az anyagbeszerzés kapcsán, mit tudom én, feladatom volt, hogy például ilyen nyomtatott államköröket gyártassak. Hát ezek meg a legutóbbi kiállítások, magyarországi kiállítások fotója, amin voltam. Nagyon híres magyar kiállítások vannak. Most, ha jól tudom, a Szép Művész jött be, a Caravaggio kiállítás van. Az egy nagyon híres festő, és nagyon nagy kiállítás ez, úgyhogy Magyarországra a Szép Művészeti Múzeumban nagyon gyakran jönnek külföldről, csak azért, mert ilyen nagyon színvonalas kiállítás van. Hát ezek a